Egyszer volt egy nagy csoda, neve Birka iskola. Egyszer régen az irkámon született egy ákombákom. Hát egyszer csak látom, két lábra áll az irkámon. Úgy indul el ákombákom. Azt hittem már, sose látom, oly messze ment ákombákom, de mikor az erdőt járom, ül az ágon ákombákom, s rajta van a nagy kabátom. Sólok hozzá ákombákom, miért vitted el a kabátom? Eső esik, mindig ázom, hideg szél fúj, mindig fázom. Légy olyan jó, ákombákom, add vissza a nagy kabátom. S képzeljétek, jövő nyáron eljött hozzám ákombákom, s visszaadta nagy kabátom. Se haj, se lát, dömötör, buta volt, mint hat ökör. Mert ez a se haj, se lát, került az iskolát. Azt gondolt, hogy a pék háló szövi rég. És kemencét fűt a pók, ottan sülnek a cipók. Azt hitte, hogy szőcs az ágy, zapszalmát sző a takács, sziklát a salás szakács, libát patkol a kovács. Míg más olvasott meg írt, ő csak ordítani bírt. Megette a könyvlapot, s utána tintát ivott. Csak azt mondom, Dömötör, buta volt, mint hatokör, mert ez a se hal, se lát, került az iskolát. Zitus! Csircsefen, Szajelcső, Zita! És meghajol minden idejét! És hogy a szemüvegét visszatolta, azt figyeltétek? Tehát tanárnéni, tanárnéni megcsinálta. Na, hadd halljuk a zsűritagokat. Hát, Zitus, amellett már el is megyek, hogy mennyi szöveget megtanultam, mert az már természetes dolog. De hogy én újra iskolás szeretnék lenni, és egy ilyen tanítónénit szeretnék, amilyen te vagy. Szigorú, de kedves. Követel, de azért ott van. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy szuper produkció volt. András? A legjobban a meghajlásod tetszik. Utoljára ilyet a Honvéd Kórház balesetjén láttam, ahol szóval kicsit sokat fogod a hasadat, de nagyon aranyos. Ami a komoly részét illeti, szerintem az nagyon külön. Mi van nálam? Mit adtál oda? Ez az Zita kabalája. Rám nem hat. Harapos lenni. Ja, jó. Csak akkor sokat harapos lenni, mikor nagyon izgul. Ja jó, akkor biztos nagyon izgul. Akkor visszaveszem, jó? Most már jó barátok vagyunk. Szóval az történt, képzeld el, hogy figyeltem, ahogy mondod a verseket, és azt vettem észre, hogy mintha belül énekelnél, mintha lenne benned zene, és elkezdett érdekelni, hogy olyan tudsz-e te énekelni. És az szerintem nagyon klassz dolog, mert amikor nézünk egy előadót, és még kíváncsibbak vagyunk rá, az azt jelenti, hogy az nekünk tetszik. Nekem tetszel. Igen. Kati? Én úgy izgultam, hogy ezt a másik kis kabaládat jól őrizzem, hogy szerencsét hozzon, de hát neked nem kellenek ők. Tehát te magad vagy a kis szerencsegombóc és a tehetséggombóc, de tényleg. Én nagyon irigyeltem azokat, akiknek így a szemébe mondtad 10 centiről. Mert én ismerem az arcodat 10 centiről, és hát fantasztikus, aranyos, csuda, bogár vagy, amellett, hogy tényleg fantasztikus versikét mondtál. Még aranyos velem. Imádtalak, össze-vissza beszélek, mert annyira imádtalak. Bence?
Lenyűgöző volt. Azért volt lenyűgöző, mert én meg nem tudok elmenni amellett, hogy milyen elképesztő mennyiségű szöveget tudsz megtanulni egy hétről, egyik hétről a másikra. Én emlékszem, még iskolás voltam, és meg kellett tanulni egy-egy verset, egy hosszabb verset. Hát azért mi is szenvedtünk még sokkal idősebben is, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon fontos. Nekem a második része volt az, ahol igazából elkaptál, magaddal vittél. Szuper vagy, Zitukka, köszönöm, nagyon-nagyon tetszett. Na, hát akkor lássuk, hogy Zitus ellenőrzőjébe ma este hány pont kerül, Bence, tőled első körben. 24 pontot adok. 24 pont, köszönjük szépen, Anita. Drága Zita, azt a hajat te csináltad a babának? Kaptam az egyik rajongomtól. Neked a rajongók ajándékokat hoznak? Hát ez óriási. Hát Zita, én is egy kicsit a rajongód vagyok, és tőlem is kapsz méghozzá 24 pontot. 24 pont Anitától! András, vigyázz, mert megharap a teknős, hogyha nem elvarázsolódtam, nekem is voltak játékok, ennek nem kisfiú szobaszaga van, hogy egy ilyen lányos játék mennyivel szebb, mint egy fiús játék. Úgyhogy nem is figyeltem oda, csak beírtam gyorsan ide magamnak 25-öt. 25 pont! Kati! Én még itt a nagy hatás alatt annyit ki tudok mondani, hogy 25 pont. 25 pont! Katitól is 25 pontot kaptál, Zitus, gyorsan összeadjuk, hogy akkor a zsűri tagoktól összesen 98 pontot kaptál erre a produkciót. Na, de lássuk akkor, hogy az anyukák hogyan szavaztak. Kedves anyukák, hány ponttal jutalmazták ezt a szuper tanórát? 20 pontot kaptunk az anyukáktól. Apukák, ma már egyszer megdicsértem önöket, 15 pont. Hát most egy fekete pontot lehet, hogy beírunk abba az ellenőrzőben, nem baj, köszönjük szépen. Drága nagyszülők, iskolás emlékek feljöttek, 17 pont, lehet, hogy ezért kaptad ezt a 17 pontot, de nem baj. Kedves gyerekek, hát nektek viszont eléggé élénken él, és lehet, hogy ezért 16. Köszönjük szépen, most egy kicsit a közönségben ülők szigorúak voltak veled, Zitus, de adjuk össze gyorsan ezt a sok-sok pontot, és nézzük meg, hogy ez összesen mit ad ki a mai estére. 166 pont, azért nem tűnik annyira kevésnek. Senkinek! Az volt az elején, köszönöm szépen, csak akkor még nem adtam oda a mikrofon, de megnézzük gyorsan, ezzel a harmadik helyre kerültél a táblázatunkon. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Szerintem szuper ügyes volt az Zitus, futhatsz a mamáig felé, meg ott van Csabi is. Puszi, hello, hello, hello!